Sziasztok, Vicuska vagyok. Elérkeztünk a 302-es leckéhez és advent második vasárnapjához. Fogadjátok szeretettel a képet. Veszünk egy lapot, 900x600-asat leokézzük, ablak eredeti méret. Elég sok dolgom van itt. Megmutatom nektek a képet, ez lesz a képecskénk. Hát ez most itt jelen pillanatban GIF kép lesz, de ez most itt jépeg, de ilyen lesz a képünk. És akkor kezdjünk is hozzá. Először is, ugye, feltöltöm a csoportba mindig a képeket. Azért töltöm fel a csoportba, vagyis a csomagba inkább azt mondanám. Azért töltöm fel, hogy tudjatok belőle mintát venni. Hát először is ebből veszünk mintát. Itt van a pipettánk is, ide nyúlunk is, ebből veszünk mintát. Az aranyat pedig a számítógépünkről hozzuk be. Na most a következő dolgot tesszük, beöntjük a bordóval. Utána veszünk egy réteg új üres, és akkor mondjuk neki azt, hogy oké. Okay. Azt pedig beöntjük egy aranyjal, mégpedig veszük a bödönt, a mintát, itt kijelöljük a könyvecskéből a mintát, az nem arany, de igen, a négyes aranyjal, megnyitás, és akkor beöntjük. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor megyünk a szűrőkre, megduplikázzuk ezt az aranyat, réteg meg kettőz, azért, mert még szükségünk lesz rá, és az egyiket becsukjuk. Tehát megyünk a szűrőkre, a fotomaszkra, és hát először is elénk tárult ez a könyv, de nem ezt akartam, hanem hát megyek a asztalra, és ott ugye a leckés mappáimban megkeresem a 302-es leckét, és ezt a maszkocskát. És amikor ezzel készen vagyok, ezzel a maszkocskámmal, akkor a következő dolgot teszem. Ugye? Hát egyszer megfordítom így, egyszer meg így. És akkor pont jó lesz. Tehát megfordítottam, és akkor kivágom ezt a dolgot egy nagyon-nagyon picit, mint hogyha le kellene kicsinyíteni, szabad átalakítással. Lekicsinyítem, és inkább majd betorzítom, hogyha szükséges. Fogom a poligonomat, és fogom és kivágom ezt a darabot itt. Hát ez így megy, hogy így fogod, és akkor végigmész rajta. Tehát, ugye itt teljesen elmész itt le, mondjuk így idáig, és akkor innen már kezdesz újból vágni. Nem vágni, hanem teljesen elmész, és akkor így ezt is idáig. Itt pedig szintén azért, hogy... Na, és akkor itt fogod, hát fogod, és akkor próbálsz így menni. És mondod neki azt, hogy másolás, szerkesztés, beillesztés. És akkor az előzőt kitörlöd. Törlés. És akkor kaptál egy ilyen szép dolgot. Ezt megtorzítjuk most egy picikét. Jobb gomb rögzítés. És megduplikázzuk. Réteg megkettősz, hogy szebb legyen. Egyesítjük az előző réteggel. És akkor most ezt a darabot itt még kivágjuk. De hát én nem úgy akarom kivágni, hogy szép legyen. Hát mondjuk így is kivághatom. Tehát fogom a kijelölőt, a stampedjet, elmegyek és megkeresem a stampedjet. Igen. Hát, merre vagy? Itt van a stamp 1-es kép, és akkor fogod, ugye nem így működik ám ez az egész. Ha
hanem kiveszed a pipát az arányok megtartásával, és akkor oda viszed ezt, ahova te akarod. Mert én most ide akarom vinni, ennek a szélénél legyen a támpont, meg a másik szélénél. Tehát itt legyen, meg itt legyen, és akkor mondom neki, hogy jobb gomb kivág. Hajjaj, nem jó rétegen álltam, tehát T betű mellé kattintunk, jobb gomb kivág. Igen, most már jó. Tehát most réteg megkettőz, és akkor egy viszintes tükrözéssel átdobjuk, és ide rakjuk. Hát, de most itt van egy kis probléma. Hát most már mindegy, most már megkettőztük. Mondom neki, hogy jobb gomb torzítás, nagyon picit lekicsinyítjük. Azért, hogy a tájképecskén gyönyörűen elférjen. És akkor azt csináljuk, hogy rögzítés, tehát akkor ezt az alatta lévőt kitöröljük, ezt pedig réteg megkettőzzük, és egy viszintes tükrözéssel átdobjuk, akkor nem kell külön dolgozgatni mind a kettővel. És akkor ezzel így készen is van az első effektünk. Most a második effektet készítsük el. De előtte, hát igen, előtte behozom én a tájat még hozzám, igen, tehát a tájat, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Behoztam a tájat, megfordítom egy viszintes tükrözéssel, és akkor mondom neki, hogy torzítás, és lehúzom így teljesen, hogy szép legyen ez a téli táj, és látszódjon, tehát nagyon fontos lenne. És akkor rögzítés. És akkor fogom magam, és kiradírozom innen, hát nem ám ilyen kicsi radírral, hanem nagyobbal, mégpedig len, a tájra kattintok, és akkor itt, ennek a mentén nyugodtan mehetek, ha nem, így nem megyek bele. Tehát itt kiradírozom, meg itt is, ha van, de itt nem hiszem. Csak itt ezen az oldalon. És akkor most beállítom magamnak, beállítom egy picikét, nem, azt hittem, többet radíroztam, de nem, itt egy ilyen sötétebb rész van. Igen, és így beállítom magamnak. Ezt megduplikázom, réteg megkettőz, és amikor megkettőztem, feltolom oda legfentre, és akkor ugye ezt bezárom, mert ez majd később kell. Na most ez lesz az alapunk. Ugye ezt szűrők, domborítás, mérsékelt domborítás, szűrők, domborítás. Megnézzük egész domborítást is, eltüres szegényként, de nem vesszük le az átlátszatlanságot, most marad így, ahogy van. Egyesítjük föntről lefele a rétegeket. Egyesítés, egyesítés. Tehát ez lesz az alapocskánk. A következő dolgot teszük, ugye maradt ez a kettő, mert mindegyiket ugye megkettőztük, maradt, ezt kicsukjuk, mert már nem lesz rá szükségünk, és akkor kinyitjuk ezeket. Kinyitjuk, most megyünk megint a szűrőkre, a fotomaszkra, és a maszkba előhozzuk, mindig a maszk jön elő, tehát itt a leckés mappáimnak kellene előjönni, mégpedig a 302-esnek, és ezt a könyvecskét. Ez a könyvecske, hát nem ilyen lesz, hanem megfordítjuk. Tehát, hogy a bordó alap legyen alapnak, tehát a széle a könyvnek legyen arany. De mivel ez a könyvecske, ez ugye, hogyha ezt becsukjuk, akkor ez ilyen PNG, tehát láthatod itt is, hogy PNG, tehát fogod magadat, most a felső rétegen állunk, fogod magadat és beöntjük. Nem ezzel, bocsánat, hanem kivesszük a pipát a bordóval. Na most, hogyha nem öntötte be mindenhol, akkor igyekszel beöntögetni. Ezeket is itt. Nyugodtan, lassanként beöntögeted itt alul. Hát nem mindenhol sikerül, akkor visszamész, hogyha nem sikerül. Tehát ennyit tudsz tenni, mert így szebb lesz a könyvecskéd. Tehát itt most nem sikerült, de hogyha máshova kattint, az biztos sikerülni fog. Tehát látjátok, itt sem.
Tehát van így, hogy nem sikerül, akkor visszamész, máshova kattintasz, és menten sikerülni fog. Na, és akkor, ugye itt is, de itt már jó lesz, míg talán itt esetleg beöntögetjük, és akkor jó is lesz. Na most a következő dolgot tesszük, hát ezt lekicsinyítjük jobb gomb szabad átalakítással. Hát egy olyan 60%-ra vagy 50%-re talán. És akkor ráírjuk, hogy áldott adventi várakozást, ezt itt már elkészítettem magamnak. A hatásokba bejelölöd a kitöltő mintázatot, a kitöltő mintázatba bejelölöd magadnak a 4-es aranyat, és akkor oké. Okay. Tehát, és itt van, áldott adventi várakozást. Felső rétegen állunk, konvertál szöveget képrétegbe, és jobb gomb szabad átalakítása, picit lekicsinyítjük, talán a 90%-ra, hát attól függ, hogy kinek milyen betűje van, ugye? Igen, és akkor ide középre helyezzük. Most, igen, ide középre. És akkor utána most, ha már egyszer írtunk, akkor írjunk. Tehát ráírjuk, hogy viccuska tutoriál. Most úgyis benne vagyunk. Igen, és akkor mondjuk neki azt, hogy oké. Okay. Tehát a viccuska tutoriált ide felhúzzuk, kicsit lekicsinyítjük, konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítása 90%-ra, és réteg megkettőz, és a viccuskát pedig szeretném ide rakni, a tutoriált kiradírozni. Hú, de nagy a radíroscskám! A viccuskát lekicsinyítjük jobb gomb szabad átalakítással. Mindenki természetesen a saját nevét írja ide be, és ide középre helyezzük. Középre, mert majd ide jön az angyalka. Egyesítjük a rétegeket, vagyis a könyvnek a rétegét, tehát könyvét. Ezt a bordot kitöröljük, mert nem lesz rá már szükségünk, és akkor most fogjuk a könyvecskét, jobb gomb szabad átalakítása, picit meghajlítjuk. Meg még egy nagyon picit lekicsinyítjük. Hát nem tudom mennyire, majd meglátjuk. Tehát az mondjuk 40, vagy 35-70. És akkor ide lehúzzuk. Ho-ho-ho! Hát a viccuska tutoriált nem kellett volna egyesíteni. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Én ezt most itt letörlöm. Tehát én ezt most itt letörlöm, majd aztán ráírom a végén újból. Tehát ezt ide lerakom, és akkor könnyebb lesz a dolgunk. Még nem egyesítjük a könyvet, hanem behozzuk még a többi kelléket is. Mégpedig ezt CTRL gomb lenyomva tartva be tudjuk hozni a kellékeket és az angyolkát. Megnyitás, hát nem tudom, nem hoztam be az adventi koszorúmat. Az adventi koszorúm, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Tehát itt van az adventi koszorúm, és akkor ide behelyezem szépen. És itt a virágnál legyen a széle, tehát tegyük be egészen ide, a virágnál legyen a széle, és akkor látjuk, hogy a könyvecskét, hogy hova helyezzük el, ide, mondjuk így, és akkor most az angyalkámat, hol is van az angyalkám, tehát fogod, erre még szükség lesz egy kicsit majd. De talán lehet, hogy most lesz rá szükség, réteg megkettőz, és fogod, megfordítod, és akkor ide berakod, csak egy nagyon-nagyon picikét meghajlított szabad átalakítás, vagyis igen, azzal, ezt lefele hozod így, így, és így kis csinos virágot kaptunk, tehát nem is kell így most lekicsinyíteni, csak megduplikázni, és kaptunk ilyen szép virágot ide.
Tehát most itt még nem egyesítünk, tehát ezt becsukom, mert nem lesz rá szükségem, az angyalka következik. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Ide rakom felülre az angyalkámat, a lábacskája legyen itt ennél a gyertyánál. A jövő héten úgysem ezt a képet fogjuk megcsinálni, és hát ráír. Réteg megkettőz, az a másik angyalkának pedig fordítunk egyet viszintes tükrözéssel, és ide lehúzzuk úgy, hogy a vicuska a két keze között legyen, vagyis a két hópihe között legyen, és akkor így már jó is lesz az angyalka. Nek adunk egy kis árnyékot, rétegbeállítások, árnyék, egy hármas árnyék, oké, és a másiknak is adunk egy kis árnyékot, rétegbeállítások, árnyék, és mindenhol hármas, oké. És most már úgy néz ki, hogy egyesíthetjük a rétegeket. Mondjuk egyesítjük a rétegeket, igen, egyesítésre az előző rétege, talán nem lesz nagy ez a könyvecske, remélem. Nem tudom. Talán nem lesz nagy, talán nem. Nagyon picit lekicsinyítem még. Még egy tízes talán. Itt a kettő. Nézzétek csak, tehát így legyen a vége, ennél legyen a széle, így jó lesz. És akkor az angyalka is itt van, és akkor már jó is lesz. Kijebb húzzuk egy kicsit. És akkor egyesít minden réteggel. Réteg egyesít minden réteggel. Most adunk neki egy kis rékép. Külső keret, színkezelés, RGB szín, kép, külső keret. És a külső keretbe ugyanazt az aranyat helyezzük be itt. Tehát behelyezed, megnyitás, oké. És azt neki egy hármas keretet. Azt hiszem hármas volt, igen, hármas, jó. És hát el is készültünk a képünkkel, de mielőtt tovább mennénk, elővesszük a havat. Animálni fogjuk a képet és a gyertyát. A gyertyát is elővesszük és ide rakjuk. Na most először is megnézzük, hogy a hó hány rétegű. Megnézzük, hát 5 rétege van, megrétegezzük, tehát 5 réteget veszünk, réteg megkettőz, réteg megkettőz, réteg megkettőz. Ez már 4, és az 5. réteg meg 2, és ezeket becsukjuk. Így, ezt is becsukjuk. Ezt is becsukjuk. És akkor az első képre rárakjuk az első havat. Hát, itt is mindegyik be van csukva. Most szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És akkor próbáljuk ezt úgy beilleszteni, hogy kézi beállítások, mondjuk 300 és 10. Jó is lesz így, egyesítés az előző réteggel. Most a következő havat behelyezzük, második havat, tehát rákatintunk a második óra, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés, nem, szerkesztés, másolás. Rákattintunk, szerkesztés, beillesztés, nagyon fontos. 300 és 10 a kézi beállítás, tehát 300 és 10. Oké. És egyesít az előző réteggel, most pedig a harmadik következik, szerkesztés, másolás, kinyitjuk a harmadikat, szerkesztés, beillesztés,
Kézi beállítások, jobb gomb 300 és 10. Oké. Egyesítés az előző réteggel. Utána következik a negyedik, látható, szerkesztés, másolás. A negyediket kinyitjuk, szerkesztés, beillesztés, kézi beállítások. Jobb gomb 300 és 10. Igen, oké. Egyesítés az előző réteggel. Az ötödiket behelyezzük, az ötödik havat, ahhoz hat réteg van, ugye? Nem is tudom. Tehát 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 hó van. Látható. 1, 2, 3, 4, 5, akkor még ezt megkettőzzük egy kicsit, réteg megkettőz, és akkor erre következik, tehát az ötödik. Még egyszer megnézem, tehát... Hát hiába hat rétegünk van. Tehát ez lesz az ötödik, kinyitjuk, látható. És akkor ezt bezárjuk. Megnézem, hogy hol is állunk. Jó helyen állunk, tehát az ötödik rétegen állunk. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Kézi beállítások 300 és 10. Egyesítés az előző réteggel. Én nem tennék rá a 6-ot, tegyünk csak rá 5-öt, tehát kitöröljük. Tehát 1, 2, 3, 4, 5 rétegünk van, tehát 5 réteg havat teszünk rá. A hatodik réteget innen is kitörlöm, és akkor leteszem. Tehát 5 rétegünk van, és akkor a következő dolgot tesszük, beillesztjük a gyertyát. Most ezeket is itt úgy csináljuk meg, hogy bezárjuk mindet, mert ez is elég nehéz lesz. Tehát, amíg az egyikkel nem végzünk, addig nem nyitjuk ki. Fogjuk, beillesztjük, még hozzá szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés, és akkor itt a gyertyácskánk, az elsőre beillesztettük, és akkor ezt megkettőzzük, réteg megkettőz, és beillesztjük a másodikra is, úgyhogy ezt egy kicsit megdöntjük másik felére, tehát így. Meglátom, hogyha egyesítenénk, mi lenne. Tehát egyesítjük a két réteget, mert így könnyebb lenne a dolgunk. Akkor torzítjuk először, torzítás, és akkor így kettőt egybe torzítunk, így is sikerülni fog. Igen, kinyitjuk. Hogy is vagyunk, rögzítés. És akkor az elsőre lehúzzuk, egyesítés, de előtte, mielőtt egyesítenénk, megduplázzuk, réteg megkettőzés, ezt felhúzzuk, és akkor ezt pedig egyesítjük. Egyesítés az előző réteggel, a másodikat kinyitjuk, látható, itt van a két gyertya, jobb gomb torzítás, így is lehet, és akkor ezt így picit elhúzzuk, rögzítés, egy réteg megkettőz, felhúzzuk, egyesítés az előző réteggel. Kinyitjuk a harmadikat, látható, ugye a harmadik gyertya, jobb gomb torzítás, picit felhúzzuk, rögzítés,
megkettőzzük, réteg, megkettőz, felhúzzuk, egyesítés az előző réteggel, akkor látható, tehát az a negyedik, és akkor most ugye torzítás, de először réteg megkettőz, menjünk csak, hogy is volt. Nem, először torzítottunk, tehát egy picit torzítunk, torzítás, és akkor elhúzzuk másik oldalra, picit feljebb, rögzítés, és most réteg megkettőz, felhúzzuk, egyesítés az előző réteggel, kinyitjuk, tehát most 5 rétegünk, 1, 2, 3, 4, 5, és a felső a gyertya, és akkor fogjuk torzítás, hát ezt most egy kicsit merre húzzuk el. Erre rögzítés és egyesítés az előző réteggel, tehát fogom, és megnézem, hogy hogyan sikerült a dolgom. Tehát így most könnyebb lett, hogy egyesítettük a két gyertyát. Megyünk az eszközökre, az animált gifre, és megnézzük, hogy mi történt az előnézetre. Nem is olyan rossz. Egész jó lett a gyertya. Tehát így is lehet, hogy a két gyertyát egyesítjük, és egyben torzítjuk. Jaj, 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 mi történik? Még sejtfébe vagyok egy töltéssel. Tehát egész jó lett. És akkor most így exportáljuk, exportálás, és akkor mondjuk neki azt, hogy 302B. B lesz, és egy GIF kép. Jó, azt hiszem, hogy el is készültünk a leckével, mindenkinek jó munkát, további szép napokat, kellemes adventi vasárnapot kívánok. Sziasztok!